A Vésztői Sporttelep bejáratánál kezdem felvételemet, mert itt a sporttelepen belül valami van készülőben. Szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. A most következő sportadásomban összefoglalom, hogy mi történt a 13. alkalommal megrendezett évente egyszer összejövő volt vésztői futballisták nosztalgia találkozóján. 2010 óta minden évben összejönnek az 50 év feletti azon labdarúgók, akik valamikor a 60-as, 70-es, 80-as években itt futballoztak a vésztő csapatában. A sporttelepen elhelyezkedő klubház előtt az árnyékban gyülekeznek a régi sportársak, hiszen a napon ekkor még 40 fok meleg volt, viszont itt az árnyékban kellemesnek mondható 33 fok, mindez 2022. július 23-án. A nagy melegre való tekintettel a szervezők egy kicsit csúsztattak a programon, hiszen 17 óra így gyülekező egy kicsit korainak tűnt, de mindezt a szervezők rugalmasan megoldották. 18 órakor egy rövid megnyitó következett, előbb Buzgány József köszöntötte megjelenteket nagy jó magam, mint a rendezvény ötletgazdája. Hiszen már amikor kigondoltam 2009-ben, hogy de jó lenne valamikor még a 60-as évek közepétől a 70-es évek elejében a vésztői csapatban együtt futballozó játékos társaimmal találkozni, és egy-egy barátságos mérkőzés keretében nosztalgiázni egyet a régi szép időkről, emlékekről. Nos, ez már 13. alkalommal sikerült. A fiatalságunkról, a jelenlegi teniszépület helyén lévő öltöző épületéről, arról, ahogyan utaztunk teherkocsival, nyáron ponyva nélkül, a négy soros padokon ülve hazafelé, győzelem esetén olyan hangerővel énekeltük a Megláthatja bárki című nótát, hogy akkor az egész falu tudta, hogy megérkeztek a győztes vésztői futballisták. Nos, ezekről és most már az elmúlt 12 megrendezett nosztalgia mérkőzésekről van bőven beszélgetni való. Természetesen azért a családokról és az egészségi állapotok iránti érdeklődés is volt egymással szemben. Jönnek és érkeznek a régi focisták, főleg kerékpárokkal, hiszen programban van beépítve egy harmadik félidő is, és így bizony jobb a békesség a rendőrséggel szemben, és a mérkőzés után nyugodtan lehet a vacsora mellett és után beszélgetések, nosztalgiázások közepette egy kicsit fröccsözgetni is. Az épület árnyékában tehát készülnek a hivatalos ceremóniára, a játékosok, a nézők pedig helyezkednek egy árnyékos részt kilőve, megszerezve. A vésztői bohém fiúk pedig készülnek a megnyitó utáni első három szám előadására, de előtte hegyezni kell a hanghúrokat, hogy az előadás sikeres legyen. A férfi kórus előadása után következik a hivatalos megnyitó, Karakas Anikó vésztő város polgármestere jóvoltából. Ez is már hagyomány, hogy ezeket a rendezvényeket minden esetben a város polgármestere nyitja meg. Buzgány József a főszervező megnyitása után technikai közleményként jó magam szoktam ismertetni a mérkőzésekkel kapcsolatos fontosabb tudnivalókat és a rendezvények jelentőségét. A mostani összejövetelen először változtattunk a csak a focin, hiszen ezúttal felkértük a bohém fiúkat, hogy a kórus előadásával színesítsék a 13. nosztalgia találkozó műsorát. Énként ugyanaz lesz a program, mint szokott, de majd Gyuri részletben elmondja. Beszélgetés, utána egy foci. Szeretettel köszöntelek benneteket. Néhány gondolat erről a rendezvényen, rövid leszek, nagyon sürgat az idő bennünket. Nagyon nagy meleg van. Ez a 13. találkozó, és van miről nosztalgiázunk. Most már az elmúlt 12 évről, 12 találkozóról, hát meg a magyar fociról ugye nosztalgiázhatunk, amikor 50-54 között ugye világ legjobbai voltunk. Én úgy érzem, hogy még a mai napig is abból élünk, hiszen mindig arra hivatkozunk, hogy mi akkor milyen jók voltunk. Hát erről tényleg van téma, lehet bőven nosztalgiázni. Köszönöm szépen, hogy ilyen nagy létszámban megjelentetek. Ez óriási egyébként, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a nosztalgia találkozó iránt és a régi öreg fiúk iránt, hiszen alig várjátok, már tudom, hogy megmutassátok, főleg a labdarúgók, az a 7 plusz egyeki párjaink, hogy na, még azért maradt bennünk valami a 60-70-80-as évekből. Nagyon örülök, köszönöm, hogy eljöttetek. Hát én arra gondoltam, a Peák Pista is itt van, de valószínű, hogy nem én vagyok egyedül, meg a Pista, akik több száz kilométerre jöttek, hogy részt vegyünk veletek egy ilyen nosztalgia gálán.
Az a kérdésem, hogy nagyon sportán játsszuk le a mérkőzést, mindenki csak a labdával foglalkozva, 7+1 lesz majd a csapat létszám, de erről majd mindjárt ismertetem a összeállítást. Még előtte egy nagyon fontos téma, köszönet illeti Pésztő Város Önkormányzat Képviselő Testületét, hiszen 13-szor rendezzük a mai napon ezt a mérkőzést, és most első alkalommal támogatnak bennünket. Ez egy nagyon nagy, óriási lépés, és nagyon bízom abban, hogy a jövőben ebből már hagyomány lesz, hogy majd Pésztő Város azért támogatni fogja ezt a rendezvényt. Köszönjük! Ha is lehet, tartsa meg a jó szokásokat, és bízok tényleg abban, hogy a jövőben is támogatni fogja bennünket. A mérkőzés, hogy gyorsan 7+1-el fogjuk játszani a találkozót, és még a találkozó előtt 7 méteres rugások, csak azért, hogy ne legyen nagyon meleg a mérkőzésre, 7 méteres rugások következnek. Kiesésre a két kapus megkérem majd, hogy egy sorozatot az egyik védje, a másik sorozatot a másik. Kiesésre megy a játék, ugye aki hibáz, az kipottyan, de én azt fogom jelezni, és a győztesnek felajánlok egy aranycipő, egy aranylabdarúgó cipő. Mi van? Mindenkinek nagyon sportszerű játékot kívánok. A 7 méteres rugás előtt felkérjük a bohém fiúkat, akik itt vannak nagyon szép számon, illetve teljes létszámon itt vannak, és egy ilyen 3-4 számos előadást fognak tartani nekünk bemelegítésképpen. Ők már lehet, hogy bemelegítettek, mi még nem, de igyekezzünk majd utána bemelegíteni és a 7 méteresre koncentrálni. Én arra kérem a bohém fiúkat, hogy jöjjenek, széleskedjenek ide, följön a színpadra, helyet cserélünk, és egy pár számos előadást tartani. Gyerekek, mi bohém fiú, mi kóborló gazdag szegények, az életünk nem holmi vásári vén, az éveink tarka regények. Mi kacagva sírunk, a könnyünk mosoly, az élettől semmit se várunk. Mi muzsikus lelkek, mi bohém fiúk, csak hangulat minden mi nálunk. Mi kacagva sírunk, a könnyünk mosoly, az élettől semmit se várunk. Mi muzsikus lelkek, mi bohém fiúk, csak hangulat minden mi nálunk. Mese ógról a színezős erdők során, repülünk az ifjünk tavaszán. Aranyországú csillogó gyémánt korán, repülünk a mesék kocsiján. Fenn az égben az angyalok vigyáznak ránk, és a sors fogja tár, ahol áll. Csupa boldogság vár ezután rád és rád. A mesék mese szép kocsiján. Csupa boldogság vár ezután rád és rád. A mesék mese szép kocsiján. Ne nézzen úgy rám a gyönyörű szemével, a tűzzel játszani, jaj, nem szabad. Ne fogjon úgy rám a remegő kezével, a szívnek úrja van, és elszakad. Az első csókját én el nem feledem, itt állok árván, halálos betegen, mert szeretem, mert szeretem. A Dunát úton nyílnak már az orgonák, a május újra 100 csodát idén, de jó is lenne álmodozva várni rád, és el nem válni többé semmiért. Kacogva hátra,
jönnél felém a napsugárba, mint akkor régen, a nagy szerelmünk idején. A május illatát csak nékünk ontanál, a Donátó kényéló orgonál. Mit ér a május, mit ér a nyár, mit ér a csillagos ég? Ha nincsen senki, aki vár, kinek a szíve a tiéd? Bocsáss meg, kedves, ma én nekem, hogy újra jelenkezem. Láttam az első orgonát, oly nagyon fáj a szívem. A Donátúton nyílnak már az orgonát. A május újra száz csodát ígér, de jó is lenne álmodozva várni rád, és el nem válni többé semmiért. Kacag ma bátran, jönnél felém a napsugárban, mint akkor régen, a nagy szerelmünk idején. A május illatát csak nékünk ontanák, a Donátúti nyíló orgonák, a Donátúti nyíló orgonák. Milliók fogják énekelni ezt a tanulmat, milliók, akik mind találva érzik magukat. Harcba hívok gyermekeket, a kassánokat. Hallják hát az álláspontomat. Nem csak a 20 éveseké a világ, az úton még poroszkál. Nem, de néhány poroszkál, a héten mindenki talál világot. Hát gyertek srácok, legyünk jó barátok. Egy évesek, két évesek, énekeljetek. 30-asok, 40-esek, táncra keljetek. 50-esek, 70-esek, ti is jöjjetek. Jöjjetek, jöjjetek és ünnepeljetek. Nem csak a 20 éveseké a világ, a tudom még koroszkál. Nem, de néhány korosztály, a héten mindenki talál világot. Hát gyertek srácok, legyünk jó barátok. 20 évesek felétek, csak annyit mondhatok. 20 évesnek lenni sajnos múló állapot. És az, aki ma 20 éves, holnap 21. Jöttök majd és énekelitek. Nem csak a 20 éveseké a világ, az úton még koroszkál. Nem, de néhány korosztály, a héten mindenki talál világot. Hát gyertek srácok, legyünk jó barátok. Jó hit, én úgy öregbítek, hogy énekelek. Jöjjetek hát, öregbítek, énekeljetek. Ábrándozom, nyugdíjasok, tartsatok velem. Teljes lesz az indal seregem. Nem csak a 20 éveseké a világ, az utam még poroszkál. Nem, de néhány korosztály, a héten mindenki talál világot. Hát gyertek srácok, legyünk jó barátok! A bohém fiúknak nagyon szépen köszönjük ezt a nagyon-nagyon szép előadást, úgyhogy sok sikert kívánunk a jövőben nekem. Köszönjük! És most akkor megkérem, polgármester asszonyunkat, Karakas Anikót, hogy szíveskedjen megnyitni a mai rendezvényünket. Köszönöm szépen. Én is szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, aki részt vesz a 13. alkalommal megrendezésre kerülő 50 éven túliak focián. Nagyon örülök neki, hogy itt a bohém fiúk már lelkesítette és bizonyította, hogy az 50-en túli férfiaknak is és az 50-en túliaknak milyen összetartó ereje van, közösségformáló ereje van, és ezt ugye bizonyítja az is, hogy már 13. alkalommal az 50-en túliak megrendezik ezt a futballt, és nyilván itt ismerős arcokkal találkozok. Én nem is szeretném szaporítani a szót, mert ez az alkalom a futballról szól. Én köszönöm szépen a szervezőknek, hogy ebben az évben is
megrendezik ezt az eseményt, és jó versenyzést kívánok a csapatoknak. Köszönöm szépen! Mi is köszönjük! Én már ugyan megköszöntem a Vésztőváros önkormányzatának a támogatást, de most itt van Karakas Anikó vésztőpolgármester asszonya, és személyesen szeretném megköszönni neki azt a támogatást, amelyben részesíti a mai rendezvényünket, és még egyszer szeretném megkérni a képviselőtestületet, illetve polgármester asszonyt, hogy a jövőben is tartsa meg a jó szokását, a nagyon jó szokását, és számítunk arra, hogy a jövőben is hasonlóképpen támogatni fogják rendezvényünket. A mai programokat már ígértettem, egy új videóban 7 méteres rugásokkal kezdjük a rendezvényt, utána jön a 2x20 perces derbi. A következő összeállításban játszik a Beják csapat, mondom, Jámbor a kapuban, további játékosok, Varkasanyi, Drágosanyi, Papsanyi, Tölcsér, Nagy Imre és Ökrös. A Nagy István csapata, amennyiben nincs itt a Nagy István, majd valamelyik nagy, de lényeg az, hogy nagy csapata neve. Szilahi, Békési, Nagy Gyuri, Fehér Lajos, Hati József, Varga Lajos és Kakuraci. Polgármester asszonyunkat meg megkérem, ha az ideje engedi, tekintettel arra, hogy egy magas színvonalú küzdelmes labdarúgó mérkőzést fog látni, meg egy rendkívül nagyon jó 7 méteres rugásokat, ezért melegen ajánlom, hogy tekintse meg, ha más programban van, akkor a szervezet. És nagyon szépen köszönjük polgármester asszonynak, hogy megtekintette a 7 méteres sugóversenyt és magát a mérkőzést a Városi Napok rendezvényei mellett. Ami még szintén újdonság volt ezen az eseményen, ezúttal szeretünk volna minden nézőt és játékos bevonni egy kis játékba a 7 méteres sugóversenyünkkel. Kapásból 26-an jelentkeztek erre az eseményre, amely nagyon jó volt a mérkőzés előtti bemelegítésre, hiszen a gála mérkőzésen egy esetleges döntetlen eredménynél 5-5 büntető rugást kellett elvégezni a pályán lévő játékosoknak. Amint az később kiderült, mindez nem volt hiába való, mert bizony döntetlen lett a vége a nosztalgia mérkőzésnek, így tehát már bemelegedve rúghattak büntetőt a gála mérkőzés résztvevői. Látványos gólok, szép lövések, trükkös megoldások váltogatták egymást a 7 méteres rugóversenyen. Egy pár pillanattal ezelőtt láthattuk a bevonuló játékosokat, majd érkeztek a mérkőzés játékvezetői, hiszen csak úgy, mint kézilabdában, itt is szerettük volna, hogyha két játékvezető vezeti a találkozót, de az élet felülírta önmagát, mert végülis 6+1 fős csapatokat tudtunk összehozni. A nagy csapatnál hiányzott egy sportoló, így hát az elképzelt kettős játékvezetés meghiúsult, és maradt a hagyományos egy fő Nagy Mihály személyében, aki óriási rutonnál rendelkezik ebben már, hiszen 72 évesen nagy rutin szerzett, hogy hogyan kell ezt a játékot levezetni, leirányítani. Az volt az elképzelése a háromfős rögtönzött verseny bizottságnak, hogy aki jelentkezik játékra, az mindenféleképpen a pályán legyen, így először 7+1 fős létszámot terveztünk, de csak 6+1 fő jött össze csapatonként. Létszámhoz igazodva 14 gladiátor vette fel a harcot a barátság jegyében egymás ellen. Most pedig akkor nézzük meg a helyszínen a 7 méteres rugó versenynek a rugásait, a versenyét, hiszen 26 versenyző szállt ringbe, itt Varga Sándort láthattuk. Első lövőként mellé is szúrt a labdát, egyébként egy rugása volt mindenkinek, az vagy bement, vagy nem, de én természetesen többször meg fogom ismételni, csak úgy, mint Vargáit, itt Nagy Mihály futott neki a labdának, és bizony lövését Szilahi Zoltán remekül védte, éme Nagy Mihály, ő 72 éves, Varga Sanyi pedig 62 évesen, ugye mellé szúrt, tehát Nagy Mihály pedig nem lőtte be, kivéte Szilahi, itt pedig harmadik rugó, Tölcsér István, ő is hibáz, tehát az első három rugó elhibázta, jön Hati József, Tölcsér lövését láthatjuk, itt pedig Hati lő, és a kapus kezei fölött bevágja a labdát Szilahi kapujába, hiszen úgy volt megbeszélve, hogy első kört Szilahi védi, a másodikat majd jön Jámbor József, és akkor jön Nagy Zoltán, és lövését kivédte Szilahi. Nagy Zoli nem koncentrál kellőképpen, és a kapu közepébe lő, éme egy másik kameraállásból is lövése. Nagy Mihály egy pillanat előttünk van, Nagy György végezte a büntetőt, illetve 7 méteres Nagy György ballal, de oda a kapufa és Szilahi mellett a jobboldali kapuba, éme talán még a kapufát is érte, igen, hát bizony szerencsém volt, mutatom is a nézőnek, itt pedig a
rugó játékos Sándor Misi, ő se hibázta, lövést lehetett látni többször, itt pedig jön Szabó Zsigmond, ő egy besegítő játékos, de azért nagyon bátor, hiszen vállalta a 7 méteres rugóversenyt Szabó Zsigá, a lövését pedig kivitte Zilai, és akkor jöhet a következő Szabó Péter, ő az egyik operatőröm, éme egy helyezett lövést be a kapu közepébe, azt hitte elmegy Zilai, de ott maradt, és így könnyedén véd Zilai Zoltán, és akkor jön Márton Zsolt, jobb külsővel találja el a bal alsó sarkot, éven még egyszer a lövés, oda a kapu fa mellé, a kapu bal oldalába, mind a háromszor szép volt. És akkor jön a következő rugó, Fehér Sanyi, neki fut a labdák és haladja a lasztit oda, oda bizony kapus kezébe. És akkor jön Nagy Imre, Nagy Imre, hát ő pedig mellé helyezte, pedig nagyon koncentrált, nagy, de lövése mellé szállt, jön Varga Lajos, és hát ő sem koncentrál kellőképpen, mert bizony a kapusba lőtte, de mondhatnánk azt is, hogy remekül védte Zirai ezt a lövést is, és akkor jön Szabó Sándor, ő az egyik játékvezető, jelöltünk volt, de ő pedig a bal kapufára lövő, bal kapufa tövéré pattan vissza a labda, és így ő is kiesett. Következő rugó játékosunk Békési Lajos lesz, no kérem, hát őnek ki majd még rugni kell ezen a lapon többet is, és be is bombázza 7 méterről a labdát Zilai jobb keze mellett a kapuba, éme Zilai mozdulni sem tudott erre a lövésre, és Békési Lajos berúgta, és jön Drágúj Sándor, ő is bebombázza, Drágúj Sanyi jobbal oda laposan a kapufa mellé, többen kifogásolták, hogy ezt lehetett volna védeni, közben Balázs Zoltán rugása száll mellé, Balázs Zoli, ő is egy bátor vállalkozó volt, hiszen a nézők közül jött, hogy ő is megmutatja a nézőnek, hogy bizony tud rugni 7 méterest, és itt jön Mezger Csaba, ő pedig bebombázza, éve még egyszer Csaba lövése, kapus elmozdul, és oda a kapu közepébe helyezte, és akkor következő rugó Bagó László, ő is kihagyja, nézzük meg még egyszer, illetve Zilai kivéd, tehát ez egy szép védés volt, és akkor jön Szabó Árpád, ő sem futballozik ilyen testsúllyal, valószínű más sportágat választott, fiatalon ő is focizott, és meg is csúszik, és mellé száll lövése. Na kérem, hát ez így volt, megcsúszott, és a rugás pillanatában nem tudott kellőképpen összpontosítani, Zilai biztatja Szabó Árpádot, hogy bátran rúg kapura pajtás, be fog az menni, de hát Árpád ugye mellé helyezte a labdát, és akkor jön... Jön Ökrös Sándor, nagyon népszerű, rákészül, és ez egy trükkös megoldás, ez éve megfordul, és majdnem, hogy bement a hosszúba, illetve a jobb kapufa tövéhez a labda. Nem sok hiányzott, hogy Ökrös Sanyi sarkazása bemenjen, éme, nagyon szép volt, látványos volt ez a mozdulat, fantasztikus volt Sanyi. Kicsit színesíti a műsorunkat is, no kérem, és akkor jön Pap Sanyi, lövését védte Zilahi. Pap Sándor is kiesett, és akkor következik a két kapus közül, az egyik ugye Jámbor József, neki fut és bebombázza. Zilai balra mozdul, először egy testcsellel be akarta csapni Jámbor, de ez nem sikerült, Jámbor viszont kegyetlenül bevarta oda a kapu jobb oldalába, éme a hálótartó vasról, pattan a labda ki, és akkor jön a következő körben Hati József, ez már az új kör, a második kör, Hati pedig kihagyja, és utána következik Nagy György, igen, szemüvegben, az én vagyok, elnézést, és akkor nekifutok, és oda helyezem a balra elmozduló kapust mellett oda a kapu jobb oldalába, bal lábbal, éve, igaz jobblábos vagyok, de már azért a kor elteltével az ember megtanul ballal is lőni, és ballal behelyeztem oda a kapu jobb oldalába, éve még egyszer, hát ez majdnem, hogy középre ment, de szerencsére egy jó kapus mindig elmegy ilyen büntetőknél. Így jártam Jámbornál is. Itt pedig Márton Zsolt rúgja be, hát ez is bizony középre ment, Márton Zsolt lövése.
És akkor nézzük meg még egyszer Zsolti lövését. Ő soha nem futballozott, bele is sért Jámbor, de most jól rúgja a büntetőket. És akkor itt jön Fazekas Imre, első rugása jó, ő még az első kört rúgja, mert bizony lemaradt az első körből, és így be is bombáz, és akkor jön Drágúj Sándor a második körben, bebombázza a labdát oda, Jámbor kezei fölött a kapu jobb oldalába, éme még egyszer nagy erővel bombázta be oda egy kicsit a jobb kapufa mellé, és akkor jön Békési Lajos. Nézzük Lajos, hoppá, hajaj, második körben Békési Lajos kipottyan. Hát ez egy nem várt meglepő eredmény, hiszen nagyon jó játékos Békési Lajos, de bizony most nem koncentrált kellőképpen, vagy lehet mondani azt is, hogy Jámbor jól helyezkedett. És itt jön Mezger Csaba, aki hoppá, jobbra elmozduló, Jámbor mellett a kapu bal oldalába bombázza. Hát ez bizony egy nagyon határozott 7 méteres rugás volt Mezger Csaba részéről. Egy másik kamerállásból lehet látni, ímen nagyon jól helyezi, elmozdította a kapust jobbra, ő pedig bebombázta balra Fazekas Imre, másik rugása is bejön, remekül szállt be Imre ebbe a versenybe, kicsit lemaradt, de ugye utólagos nevezését elfogadta a versenybizottság, és már túl van a második körön, itt pedig Jámbor fejezi be a második kört, és bebombázza Zilai mellett a labdát a kapuba. Nagyszerű verseny, és bizony, ha nézem, 1, 2, 3, 4, 5, 6-an maradtak versenyben, itt a második kör után, tehát a harmadik kör első rugója, Nagy György, igen, ezt is bebombázom ballal oda, most ezúttal a bal sarokba, Zilei valószínű már kifigyelte, hogy mind a kettőt jobbra rúgtam, most ezúttal balra rugom, oda a kapufa mellé, és megvan a harmadik találatom is, és jön ezután Márton Zsolt, aki berúgta az első kettőt, és bebombázza a harmadikat is. Még egyszer mondom, Márton Zsolt soha életében nem futballozott versenyszerűen, de látta már a tévében a közvetítéseket, a meccseket, és bizony onnan is lehet tanulni ezek szerint, mert remekül fejezte be ezt a rugást, és jön Drágúj Sándor, és Drágúj Sanyi pedig bebombázza a harmadik körben a labdát, és íme még egyszer Drágúj lövése, nagyszerű lövés a 67 éves játékostól, és akkor jön újból Mezger Csaba, ő is nagyon határozottan végzi el a 7 méterest, és ezzel a harmadik kör után utolsó előttiként megvan az újabb találata Csabának, Mezger Csabának. No kérem, és akkor jön Fazekas Imre a harmadik körben, Fazekas Imre nekifut, és ott van Zilai védése, remekül érezte a labdát Zilai Zoli, és kivédi Fazekas lövését, íme még egyszer Fazekas Imre lövése, és ő is kipottyant a harmadik körben. 1, 2, 4-en vannak, és most már 5-en maradtak versenyben a harmadik körben, mert Jámbor bebombázza ezt a labdát is. No kérem, megvan a harmadik körnek az utolsó rugója, és 5-en maradtak versenyben itt a negyedik kör elején. És hoppá, Nagy Gyuri! Hát mi volt ez, kérem? Nagyon a jobb felső sarkot céloztam, és kiestem én is. Én már még egyszer, hát igen, gyorsítani akartam a lebonyolítást. És én már kicsit talán belé is ér Jámbor. Fantasztikus lövés, szép helyezett, jobb felső sarkos, de sajnos centikkel fölé szállt lövésem. És jön Márton Zsolt a negyedik körben, és be is bombázza. Íme még egyszer, ő is ezúttal változtatott, nem mindig a bal alsó sarkot célozta, hanem most ezúttal a jobb felső sarkot. Íme még egyszer a lövés, és még egyszer nagyon szép rugások, és jön Drágúj, hoppá! Drágúj is kiesett a negyedik körbe, csak úgy, mint én. A 67 éves versenyző ezúttal kipottyan egy időben velem. És akkor jön még versenyben Mezger Csaba, a negyedik körben bebombázza, csak úgy, mint az első háromban a labdát. Íme még egyszer jobbra mozduló, Jámbor mellett oda bal kapufa mellé helyezte a labdát, és így Mezger is tovább jutott. No kérem, és még az utolsó rugó Jámbor József, aki értékesíti feladatát.
hiszen ennek a körnek az utolsó rugója Jánbor, de még itt van, most érkezett Peják István, akivel a 60-as, 70-es években együtt fociztam, most már 83 éves, Pista nekifut és feladja a labdát Zilahinak. Hát ez könnyű volt Zilahinak kivédeni, de egy szép rugást láthattunk a 83 éves labdarúgótól, volt vésztő labdarúgótól. Nagyon szépen tartja magát István, és szépen is helyezte, csak Zilai nem ment el. Na kérem, dicséretet is kapott Peják István a rugásért, és akkor jön Márton Zsolt az ötödik sorozatban. Ő a kezdő rugójátékos. Be is helyezi a labdát oda a bal a sarokba. Én már még egyszer ezúttal jobb külsővel talált el a labdát. Ez már az ötödik kör rugása. Igen, ezt is befejezte Mezger Csaba és Jánbor. Nézzük Jánbor József lövését. Nézzük. És nagyon határozott Jánbor József. A balra elmozduló kapus mellett rúgta be ide jobbra. És akkor a hatodik körben maradtak hárman. Márton, Mezger és Jánbor. No kérem, akkor nézzük. Márton Zsolt bevágja a hatodik körben és a labdát oda Jánbor mellett, ezúttal a kapu jobb oldalába. Márton Zsolt remekül oldotta meg ezt a feladatot, és itt a hatodik körben is jön Mezger Csaba. Nézzük Mezgert, hogy eddig magabiztosan lőtte a 7 métereseket, most azonban centikkel mellé lőtt, és ezzel a hatodik körben Mezger Csaba kiesett. Még itt egy tükkös megoldás, sarokkal próbálja felvenni, maga elé pörgetni Mezger Csaba labdát. És íme még egyszer a 7 méteresét láthattuk, és akkor jön az utolsó rugó. Jánbor amennyiben berúgja, ugye ketten maradtak versenyben, amennyiben nem rúgja be, akkor győzött Márton Zsolt. És berúgja, így tehát maradtak ketten a hetedik körben Márton Zsolt és Jánbor József. Jánbor József kapus létére remekül rúgja ezeket a 7 métereseket. Most pedig Márton Zsolt, aki mondom még egyszer, hogy nem játszott nagypályán futball, nem játszott futballt, és íme lövését védi Zilahi Zoli, íme még egyszer. Most próbálta ugyanoda rúgni, csak hogy most megemelte, és így védte Zilahi a lövését, és így kiesett a hetedik körben. Viszont itt van Jánbor a győztes, aki berúgja a hetedik körben a labdát Zilahi mellett a kapuba, és így ő a 7 méteres rúgó verseny győztese. No kérem, hát nagyszerűen végezte mindenki a 7 méteres rugásait, és Jánbor Józsefnek gratulálunk, hiszen 54 évesen fantasztikus rugásokat mutatott be, és nézzük még azért Peják Istvánt, mert még van egy ráadása 80 év fölöttiek kategóriájában, 83 évesen Peják nekifut, elfekteti a kapust és mellé gurítja, de szép megoldás volt pedig. Én fekszik a kapus balra és jobbra helyezi, amely csak centiméterekkel hagyta el a kaput. Peják, nagyon szép volt, 83 évesen kérem, gratulálunk Pista, nagyszerű mozdulat volt ez részedről, kár, hogy nem ment be. És így tehát megvan a 7 méteres rugóverseny végeredménye, 80 év fölötteknél első Peják István igazgót nem rugott, de legalább részt vett ezen a versenyen, viszont az összesített versenyben Jánbor József lett a győztes. Rendkívül jó hangulatba teltek ezek a 7 méteresek. No kérem, és akkor jön a gála mérkőzés 2022. július 23-án a 13. alkalommal megrendezett vésztői gála futball mérkőzés, amelyen az 50 év fölötti volt labdarúgók, volt vésztői labdarúgók vesznek részt, és a zöld mezben játszó nagy csapat kezdte a találkozót, és a tiszta fehérben játszó csapat pedig Peják István irányításával veszi fel a küzdelmet. Rendkívül jól kezdtek a csapatok, hiába a friss erő sokat jelent, mert az elején nagyon nagy volt az iram a 30 fokos hőségben. Többen kifogásolták, hogy nem kellene ilyen hosszú játékidőt tervezni, hiszen kétszer 20 percet játszottak a csapatok, és bizony a nagy hőség későbbiekben rányomta a bélyegét a színvonalra, és én védekezünk ezekben a pillanatokban, végül is kihozzuk, fel tudunk szabadítani, mert a fehérek bizony jobban kezdték a találkozót, főleg ott Ökrös elől nagyon, nagyon elemében volt, és szép cseleket, szép passzokat mutatott be, Drágulynál a labda, tartogatja a labdát, és
Én próbálom szerelni, nem tudom, Varga Sanyihoz kerül a laszti, Varga Sándor bejátszod a középre Ökrösnek, Ökrös pedig nem tudta behúzni jobb lábával a kapu irányába, vagy éppen a játékos társnak. És akkor jönnek a zöldek, nagy révén, nagy rossz helyre passzol, visszafejlik, még egyszer oda kerül hozzá, megelőzi Nagy Imrét, és most már csak egy jó passz kellene, jön is a passz Vargasnak, Vargas bepasszol, és itt egy jó, ide nagy jelenetek, esnek, buknak a játékosok, kérem, hát ha jól látom, Nagy fekszik a földön, Jámbor pedig biztos kézzel fogja meg a labdát, de én mutatom, hogy egyik kezemet érintette a labda, tehát valószínű, hogy egy kéz miatt az így kifelé jár a szabad dugás, a fehérmezős csapat javára, Jámbor rosszul rúgta ki a labdát, ott a helyzet, Békési Lajosnak azonban egy picit hosszú volt Bagó Laci átadása, ím az előző jelent még egyszer, én húznám el, de a kapus utána jó, ott pedig fektében én beleérek kézzel, tehát jogos Drágynak a reklamálásai bizony Nagy Gyuri kézzel ért bele a labdába, ezért nincs a további eseményeknek olyan nagy jelentősége. Nézzük az előző jelenteket, Nagy Gyuri labdája paphoz szállt, pap visszaadja kézzel, és én megelőzöm Nagy Imrét, jobbra passzolok ki oda, jobbra Varga Lajosnak, ő bepasszolja középre, és Bagó és Nagy Gyuri elől ment Jámbor határozott elvetődéssel. Micsoda birkózás, kérem. Na hát ez gála mérkőzés, tehát azért nem volt annyira súlyos az eset, de próbálkoztunk, és ez nem jött be, maradt tehát a 0-0, egyelőre nagy a küzdelem. Ezen a mérkőzésen csak úgy, mint a többin, Nagy húzogat, visszateszi a labdát Bagónak, még tovább Békési, Békési lövés, ott van egy szép védés, kérem. Hát ez gólt érdemelt volna ez a lövés, hiszen Békési remekül tűzte kapura labdát, de Jámbor József, a 7 méteres rugóverseny győztese, fantasztikus védéssel nyomta azt ki. Ökröshöz kerül a labda, Ökrös kötözik, Dágújnak, Dágúj pedig jobblábos lövés zúdított meg a kapura, amely mellészállt, íme lehet látni egy másik kamerállásból. Drágúj, hát kicsit lecsúszott a lábára, és ezért ment kifelé a labda. És itt pedig egy távoli bomba Bagó Laci részéről. Nagyhoz kerül újból a labda. Nagy kiteszi jobbra, Varga Lajos beközépre. Visszatette volna Lajos, de ugye rossz volt a passza. És akkor jönnek a fehérmezesek, Varga Sanyi jó voltából. Jó a passza, ott egy belőtt labda. És még mindig ott van a Laszti Nagy Imre előtt. Töltsér, és végül is Zilai Zoli az, aki kitenyeri a labdát a labdán túlra. Itt még újból ez a jelenet, ide-oda pattog a labda, és lejönnek a fehérmezesek Varga Sanyi jó voltából, ez még egyszer mondom az előző jelenet ismétlése. Varga jó passzja Töltsének, kiváltuk labdát, Nagy Imréhez kerül, Bagó húzogatja, és egy kapura lövés, de végül is Hapi József biztosított Zilainak, és így a lövést végül Zilai kapusunk védte, kitenyerelte alapvetően túlra. És akkor tovább támadnak a fehérmezesek 0-0-nál, hát mindkét csapat gólt akar rúgni, és ezért ez a nagy igyekezet, ezért ez a tömeg jelenet itt a hatos környékén a kapunknál. És Szabó Sanyi próbálta hátrahúzni a labdát, nem sikerült, Varga lövését pedig blokkoljuk. Nagyszerű az irám. Irigyésre méltó ebben a korban, hiszen többsége 60 év fölötti már. Itt a résztvevőknek Nagy Imre próbál labdát jó helyre passzolni, teszi is a labdát ki jobbra, jön vissza a labda, egy kicsit pontatlan volt, hiszen nem jutott el Drágóhoz, itt van az előző jelent ismétlése még egyszer, Szabó Sanyi próbálta meghúzni a labdát, Varga Sanyi elcsente azt, és így kifele pördült a labda, gyorsan elvégzett bedobást láthatunk, szába a labda, Ökrös kapura lövését pedig blokkolták a védők. Töltsér végzi el, vagy végezte el már is a bedobást, mert azt lehet rúgni is és dobni is, tetszik szerint Nagy Imre pedig próbálta lepasztani a labdát, de rossz helyre ment lövése Békési Lajos, próbált engem szöktetni, most ott van, odaadtam Bagónak, Bagó pedig rá akar fordulni a labdával a kapura, de Jámbor azonban jött kapujából, és szépen ölelte magához a labdát Békési, Nagy Gyuri vissza Békésinek helyet csináltam egy kicsit, és próbálja visszatenni, de ugye nem indultam be, Varga, tudsz, elloptam a labdát, lepasszom Bagónak, Bagó pedig, ez az előző jelenet, csak egy másik kamerállásból figyelhettük ugyanazt az eseményt. És akkor nézzük tovább, Nagy
tenébe, de óriási spárgázott Varga Sanyi, kérem, hát ez fantasztikus azért, hogy ez a Varga Sanyi miket művel 62 évesen. Vékony tongájú fiatalember, jó formában van, nagy pedig jól fedezi a labdát, jó a passza Szabónak, Szabó Sanyival játszik össze, és én egyszerűen oda akarom a vonal mellett passzali Vargának, de kipasszoltam a labdát oldalvonalon túlra, Pap Sanyi lábáról kerül előre a laszti, én kapom újból Vargától, Vargának teszem vissza, nekem is itt van az a kipassz, ami egy kicsit szélesre sikeredett, és ezzel az indítással már is gólhelyzetbe kerülhetett volna Ökrös, de végül is a lábára elpattant a labda, és így Hati Jóska volt az, aki kihozhatta a labdát. Varga, az előző jelenet ismétése volt, tehát egy másik kameraállásból lehetett látni, hogy Varga remekül ívelt előre Ökrösnek, csak Ökrös lábáról elpattant a labda. És akkor jövünk újból, Hati cselezget. Igaz, ő védőt játszik, de azért megfölvállalt ezt a játékot, hogy cselezés folytán előre hozza a labdát a passz helyett, és így végül is szabálytalankodtak vele szemben, és ezért nálunk maradt a labda. És akkor itt az előző jelenet ismétlése, egyszer-kétszer elveszít a labdát, de azért mondjuk meg őszintén, hogy bizony oda is tettek neki, egy szabálytalanság volt Tölcsér Pista részéről, íme először, másodszor, és itt kapott egy nagyot, mert bizony Hati Jóska felugrott, Hati is egyébként már 65 éves versenyző, és egészen jól tartja magát. Szabó tovább, Varga, kicsit rossz helyre, de még nálunk marad a labda, mert bedobás lett a vége. Szabó ki jobbra Békésinek, Szabóhoz vissza, és ajajajaj, itt húzódott meg Szabó Sanyi. Igen, mert amikor nem oda megy a labda, és egy kicsit nyújtózkodni kell, bizony ezek ilyen szakadásokhoz vezethetnek, nem törvényszerű, de ugye ha az ember nincs bemelegedve kellőképpen, akkor így jár. És itt a lövés pillanatában blokkolnak a védők, azért hozzám kerül a labda, be kell fejezni a támadást, és be is fejezem ott a gól, de utána nagyon sportszerűen visszaadtuk a labdát természetesen, senki nem reklamált, hogy az gól vagy nem gól. Itt viszont Szabó Sanyinak el kell hagynia a játékteret, és ekkor jött az újabb csere, hiszen Nagy Zoltán volt az, aki vállalta. Habár még Szabó Sanyi megpróbálta egy-két percre a lábát, hogy hát megy, de nem ment neki. Itt pedig egy újabb küzdés a labdáért, ezúttal Varga Sanyi veszített el, Nagy Imre szerzi meg, és Nagy Imre még dédelget is, úgy cselt csinál, ez lett jó nekünk, és ezt a lövést pedig Zilai védte. Még egyszer megnézhetjük ezt a jelenetet, Varga birkozik a labdáért, nem tudja megszerzni, Nagy Imre elcseni, megszerzi, és a passz helyett inkább egy lövőcselt csinál Békésivel szemben, és szorongatott helyzetben is kapura tudott lőni, de Zilai Zoli védte ezt a lövést is, és itt egy szép csúsztatott fels Ökrös Sanyi részéről, Drágójnak nagyszerű a labdája saját területéről, íveli oda előre, nagyszerű az évet labda is, Ökrös megy a labda elé, és a Hati Jóska és Zilai Zoli van mögötte mindkettőjük, feje fölött átszállt a labda, éme lehet látni még egyszer ezt a jelenetet. Nagyon szépen fedezte Ökrös a labdát és fejelte kapura. Drágúj, oda be újból Ökrösnek, és Tölcsér rőhetett zicserben kapura. Itt meg a két sérült játékos, Szabó Sanyi és Varga Sanyi, hiszen Varga nagyon sportszerűen elhagyta a játékteret, amikor Szabó Sándor megsérült és lejött a pályáról, és akkor valószínű, hogy ők mindketten visszajöhettek ezután. Ím az előző nagy zicser Tölcsér Pista részéről óriási lehetőség volt a vezetés megszerzésére, de egyelőre ezen a gála mérkőzésen nincsen gól, pedig a nézők már nagyon várják. Íme még egyszer az előző élet egy másik kameraállásból Tölcsér, innen lehetett látni, hogy Tölcsér bizony nagy helyzetben mellé lőtte a labdát, és ott Varga, illetve Nagy Imre kétlábos szerelését láthattuk, Pap nem tudja megszerezni a labdát, Békés annál jobban, de rossz volt a passza, és Hati Jóska az, aki cselezget újból, Hati hozzám passzol, és akkor én indulhatok el Pap mellett, tovább viszem a labdát, és egy lövés, amelyet véd Jámbor József. Nagyszerű megoldás, csak ugye nem akad be, mert van egy jó kapus ott az ellenfélnél, a Peják csapat kapuját Jámbor József védi, és akkor szöglet után Bagóhoz kell labda, egy kicsit csínbe vent Békésinek, le is jönnek a fehérmezesek, Nagy Imre most is
ahelyett, hogy passzolta volna, egyedül akarta hozni a labdát, és itt az Zicser már. Zicser Békési Lajos előtt, de jól jön kapujából, Jámbor. Íme, még egyszer az előző jelenet. Jól jött ki Jámbor József a kapuból, és maga biztosan szerezte meg a labdát Békési Lajos elő, aki egy picit hosszan vette át a labdát, és ezért volt ideje a kapusnak kijönni. Bagó, sarkazása jó, Varga Lajos, Bagó Laci, és Bagóhoz kerül vissza a labda, jól rövőcsele, Nagy Imrével szembe Drágúj szerel, Nagy Gyuri, de kinek? Hát igen, így ennek a támadásnak kezdett a vége. Egy bedobás után, amelyet Nagy Imre végzett el, Drágújnak nem volt jó, viszont jó Nagy Gyurinak. Nagy Gyuri Drágújjal szemben végül is ketten voltak, fehér mezesek, tudták szerelni nagyot. Íme még egyszer az előző jelenet, Drágújon valahogy túlverekszem magam, és az utolsó pillanatban nem is pap, hanem Drágúj Sanyi piszkálta ki a labdát oldalvonalon túlra. Egy hosszan elérre vágott labda, ott pedig egy szabálytalanság kapusunkkal szemben is a játékvezető, Nagy Mihály, nagyon határozottan sípolt, aki ezen a mérkőzésen nem nagyon sokat futott, de egy jó játékvezetőnek nem is kell egy ilyen kis pályán sokat futni, hiszen középről is lehet irányítani és dirigálni a mérkőzést. És akkor nézzük egy újabb támadást Nagy Gyuri részéről, Békésinek egy kicsit rossz, de visszapattan hozzám, és ezúttal Pap Sanyi volt az, aki szerelt. És akkor jönnek a fehér mezesek, Tölcsérhez kell labda, Tölcsér, elesik, de még tovább tudta csúsztatni a labdát. Nagyhoz nagy lövését pedig Hati Jóska blokkolta, és Hati szerzi meg, egy lövőcsel, és még egy csel, és végül is tovább tudta passzolni. Hát igen, ez előtti jelenet ismétlése, amikor egy másik kamerából veszem, Nagy Gyuri maga elé teszi, meglövi, és bizony, ezt védte Jámbor, én már lehet látni, most egy kicsit közelebb. Ott be is ment volna ez a labda, ha nincs ott Jámbor József, aki remekül tenyerelte ki nagy lövését. És akkor jönnek a fehérmezesek. Nagy Imre könnyen megadta magát Békési Lajossal szemben. Nagy Gyuri Békésinek, hát bizony ez rövid volt, Pap szerezte meg, és lejönnek a fehérmezesek. Igen, mert Drágújhoz került, Drágúj pedig távolról kapuval lőtt a labdát közel, fél pályához közel. Onnan lövésre szánt el magát, és bizony ez a lövés majdnem meglepte kapusunkat, Zilahi Zolit, de végül is nem ment be, és ez egy másik kameraállás, ugye innen lehet látni jobban az esemény, kapura szúrja, és bizony be is ment volna, hogyha Zilahi Zoli nem védi ezt a remek lövést, és akkor Nagy Imre visszateszi lövőre, és Varga bebombázza, na kérem, a mérkőzés 17. percében megvan, Paják csapat vezető találata egy szép támadás után, szöglet után Nagy Imréhez kerül, Nagy remekül sarkaz oda vissza, szabadon álló Varga Sanyinak, Varga Sanyi lövésénél ott van ugyan Tölcsér Pista átépi labdát, hogy egy kispályán nincs les, és ezáltal Zilai nem sokat látott. Íme, egy remek megoldás Nagy Imrétől, visszatette a labdát lövésre Varga Sanyinak, aki bebombázta, és ezzel megszerezte a Peják csapat vezető találatát. Ez egy szép támadás volt, Íme, még egyszer, hát ez csodálatos passz volt Nagy Imrétől, és a lövés Varga Sanyitól, viszont a 8-asra Tölcsér Pista volt az, aki átérte a labdát, és így jutott be az első találat a nagy csapat kapujába. Na kérem, akkor Ökrös, húha, megy tovább harcolatba megszerzését, végülis Nagy, egy kicsit hosszan szöktettem magam, és Papnak volt ideje szerelni Nagy Imre, vissza Pap Sanyihoz, és ajjaj, nem tudunk szerelni, viszont egy Tölcsér részéről egy kapuralövés, amely végülis kipattan védőnkről. Íme az előző jelent még egyszer, én fordultam az ellenfél kapuja felé, hosszan szöktettem magam, Pap Sanyi megszerezte, visszapasszolja Nagy Imrének, Nagy Imre vissza, és ott egy kapu felé irányított lövés, de Tölcsér ráfordult, kapura lőtte, végül is Bagó Laci lábáról került ki a labda. Békési Lajoshoz kerül, azt így jó, hogy elmondom én, Papal szemben, de végül is kipasszolták Papék, itt pedig egy nagyot nyújtózkodott Varga, rossz helyre passzolt, és végül is Hati Jóska volt az, aki kapura szúrt a labdát. Hati vezeti fel újból a zöldmezesek támadását, egy lökés, de még oda kerül Békési Lajoshoz, Lajos jó csellel megy tovább, de ott egy láb közben nyúl, Pap volt az, akinek a lába
Közben jött Varga Sanyi, spárgázott egyet, és végül is Hati lövését láthattuk, hogy blokkolták a védők Varga szerel, és itt újból megsérül Szabó Sanyi, és Szabó Sanyinak el kell hagynia a játékteret, mert bizony nem megy, nem szabad tovább erőltetni. Sanyinak köszönjük a játékot, nagyszerűen játszott, de sajnos a sérülése közbeszólt, és így el kellett hagynia a játékteret, helyére Nagy Zoltán állt be. Vargához kerül a labda, Drágóhoz tovább itt, és azt a mindenit, nagyszerű lövés, és mi ez, mellé ment, vagy kapus védte, Drágó lő, mellé ment. Nagyszerű megoldás volt, én már egy másik kamerából lehet látni, hogy itt van, hatalmas, egészséges rugás, Drágó Sanyi részéről, Varga Sanyi készíti elő, ő adná a gólpassz, de ugye végülis mellé szállt ez a lövés, és így nem lett a gólpasszból semmi, de rendkívül jó passz volt Varga Sanyi részéről, Békési Nagygyuri, Nagygyuri lefordul papról, kicsit rövid a labda Békési, nek, és így Varga közbe tudott lépni, gyorsan elvégzett bedobás után nagyot buktatják a hatoson belül, illetve nagy elesik a hatoson belül, és a játék vezető habozás nélkül megadja a 7 méteres. No kérem, hát a nézőtéren óriási taps fogadta, hiszen volt, akinek tetszett ez a megoldás, volt, aki azt mondta színészkedés, volt, aki azt mondta, hogy szemüveget a bírónak, na de kérem, hát azért szép ez a játék, mert nagy meccseken is így van, hogy ahány ember, annyi vélemény egy-egy ilyen mozdulatnál, és én ezt a szakemberekre bízom, hogy mondják meg, hogy mi volt ez, hiszen én lefedezem a labdát Drágó Sanyi hátulról, nagyon csúnyán belém száll, nem magamtól estem el, őszintén megmondom, elestem, viszont a játékvezető ezt a határozott esést úgy ítélte meg, hogy bizony ezért jár a büntető, jogos büntető a nagy csapat javára, hiszen 0-1 az eredmény a mi szemszögünkből, és bizony kell a gól, csak hát ugye a 7 méterest még be is kell rúgni. Az előző jelent egy másik kapu, egy kamerálásból, rövid a labda, Békésörösnek egy gyorsan elvégzett bedobás, és itt van a lökés. Itt, innen lehetett látni egyértelmű, hogy óriásit löktek Nagy Gyulin. Hát kérem, aki ezt nem látta, azt nem is hiszi. Itt van, nézzük meg még egyszer. Lehet látni egy nagy lökés, és kicsit későn, de elessek, igen. Hát hatosan belül bizony ilyeneket nem szabad csinálni a védőnek. Fantasztikus mozdulat volt ez Nagy részéről, és melynek meg is lett az eredménye, mert jöhet a büntető rugás csapatunk javára. És ezúttal Békési Lajos az ítélet végrehajt, és kegyetlenül bebombázza a első félidő utolsó percében 7 méteresből, tehát a Paják csapat, nagy csapat 1-1, hiszen a nagy csapat tudott egyenlíteni az utolsó másodpercekben ezzel a góllal, amelyet Békési Lajos bebombázott. Imeltét itt nagyon kegyetlen volt Lajos ennél a büntetőnél, hiszen itt mindent egy lapra tettünk, hogy egyenlítsünk, és azt kell mondanom, hogy két egyforma képességű csapatot hozott össze a versenybizottság, mert Varga Sándor, Drágói Sándor és Nagy Gyuri hárman közösen összeállítottak egy olyan csapatot, ezekből a fiúkból, akik ott a eseményen jelentkeztek játékra, hogy bizony majdnem, hogy két egyforma képességűt sikerült összehozni. Itt az első góló, amelyet kaptunk, ugye, és az egyenlítő találatot meg már láthattuk. No kérem, hát, és akkor még gyorsan elmondom azért a rend kedvéért, hogy ki hány éves, mert bizony ez nagyon fontos, itt a szünetben van arra időm, amíg nem nyilatkoznak a nézők. Jámbor József 54, Varga Sanyi 62, Drágó Sanyi 67, Pap Sanyi 64, Tölcsi István 66, Nagy Imre 55, és Ökrös Sanyi 62 éves. A szakvezető pedig 83. Az előbb egy büntetőt adott a játékvezető, mennyire volt az jogos szerinted? Jogos volt, jogos. Teljes mértékben? Te hogy nyilatkozol? Szerintem nem volt jogos. Nem? Akkor pártosabb, pártos a játékvezető? Vagy igen, hogy igen. 51%-ban jogos volt. Jogos volt? 51%-ban. 51%, és milyen volt a büntető? Az nagyon szép. És amit ők rúgtak, az milyen volt? Jó, sziasztok. Jászai Mari díjat? Tehát a Nagy Gyurinak jár a Jászai Mari díj. Köszönöm. Oké. Látta, tessék, hetes volt? Akkor nem színészi alakítás volt, ugye? Nem, Jó. Büntető volt, szerinted?
Büntető nem, volt? Nem, nem, nem. Színészkedett a nagy ügy? Mindenképpen. Komoly? A színész alakításért? Csillagos ötös? Ötös, ötös. Igen. És a bírói? A bírós? Elnézte? De nincs szemüvege nagyon, talán, sajnos, ugye? Sajnos, hát kéne. Büntető volt, szerinted? Igen. Igen? Jogos volt? Nem jogos volt színészkedés a csatár részéről? De. De. Minden tehát akkor most a bíró volt rossz, vagy a csatár volt színészi? Minden. No kérem, hát itt is a 7 méteresek kapcsolatban megosztanak a vélemények, csak úgy, mint a nagy pályákon, amikor egy-egy játékvezető ítélet van, és akkor lassan kezdetét veszi a második játékrész. Közben ismertetem a nagy csapat életkorát is. Zilai Zoltán 65, Hati József 65, Varga Lajos 59, Nagy György 69, Bagó László 60, Nagy Zoltán 51, Szabó Sándor 48, 49, ő kedvezménye játszhatott, korkedvezménye, és Békés Lajos 57. Nagy István pedig, mint a csapat menedzsere, vezetője, 81 éves, hát neki jobbulást kívánunk, mert ezen a mérkőzésen nem tudott részt venni. És itt nézzük akkor a másik játékrész történéseit, mert bizony lesznek itt is események bőven. Közben elmondom kedves nézőknek, hogy a 14. Nosztalgia találkozóra 2023. június 24-én, tehát 6. hónap 24-én kerül sor szombati napon 17 órakor gyülekeznek a csapatok, és akkor 18 órakor kezdődik a show műsor, csak úgy, mint idén. Hasonló műsorral fogunk kedveskedni mindazoknak, akik kijönnek és kilátogatnak ezekre, illetve erre a nagyszerű eseményre. Nagy Zoltán cserét láthatjuk. Ez már ismétlés ez a jelenet. Itt egy szabálytalanság Nagy Zoli részé, Nagy Imrével szemben, de egy nagyon sportszerű, erőteljes fölsegítés Nagy Zoli részéről. Íme Nagy Imre megbotig, igaz, többen mondták, hogy miért esik el, mert saját súlyánál fogva esett el, de hát vékony dongájú Nagy nem olyan, hogy elessen magától. Varga Lajos viszont itt szerelte Drágúj Sanyit, és jöhetnek a fehér mezesek. Ökrös, egy távol ölödés, és bizony nem ért vele senki. Hati József lábai mellett ment el, suhant el ez a lövés, amely bizony erőteljes kapura lövés volt Ökrös Sanyi részéről. Itt egy Nagy Imre hosszan tolta meg, és tudott szerelni Bagó Laci, Békési, Nagy Zoli, kicsit hosszú labda, a visszaérkezett, a visszatett labda már nem jó, hiszen kapufára lőtte. Most érkezik Nagy Gyuri, Nagy Gyuri elfektette a kapust, és visszateszi rövőre Nagynak, még tovább Békésinek, Békésinek, és pedig az elvetődő kapus mellett az oldalhálót talált el. No kérem, hát ez egy nagyon szép támadás volt a nagy csapat részéről, de talán azt is lehet mondani, hogy túl kombináltuk ezt a támadást, mert bizony lábról lábra szállt a labda, de végülis a befejezéssel volt némi gond. Itt pedig Békési játsza magát szabadra, ez is zicser már, és kérem, ezt a lövést is védi Jámbor József. Fantasztikus, miket köszönhet most a Peják csapat Jámbornak? Íme, beakadt volna Békési lövése, itt is véd Jámbor. De Jámbor mindenhol ott van, és minden lövés elakad a kezében. És akkor jönnek a fehérmezesek, töltsé tovább, de rossz helyre, Bagó szerzi meg a labdát, teszi tovább. Nagy Zolinak, Hati jön előre, Hati Jóska, Békési kéri, kapja is, és ott várja a vonalnál Nagy Gyuri, de bizony ez a labda túl mély, nem tudtam érte mozdulni. Igaz, Jámbor egy kicsit bosszankodik játékos társaival, hogy bizony nem fogtok embert, mert Nagy Gyuri ott maradt szabadon, de sajnos rossz volt Békési passza, illetve pontatlan volt. Itt pedig egy váratlan kapura lövés, az előző jelenetből vágtam össze, Nagy Zoli lőtte kaput a lába között, de Jámbor remekül védte. Itt pedig Ökrös beadása, suhan el a kapu mellett, hiszen Törcsének nem volt pontos. Drágúj Sanyi vezeti a fehér mezesek támadását, jól kapja vissza, de bizonyám, Ökröstől jól kapta vissza, és Drágúj bebombáz a 28. percben, Peják csapat vezető találatát. Íme még egyszer ez a támadás szorongatott helyzetben, Ökrösen remekül teszi vissza a lövőre, Drágúj Sanyi pedig olyan 10 méterről bebombázza Zilai mellett a kapuval labdát, és ezzel 2-1-es előnyre tesznek szert a Peják csapat tagjai. Nagyszerű lövés, egy szép góllal befejezve. Hát kérem, ilyen ez a futball, hogyha van 2-3 passz, akkor abból gólt lehet szerezni. Nagy jön le, hosszan tolta meg, hosszan szerelt Bagó Vargához, Varga Nagyhoz, Nagy Zoli, egysel, kétsel középpályán, de végig is szabálytalankodnak kellene, nem, mert a játékvezető nem fut semmi, íme itt van a lövés pillanatában. Hát igen, akkor érkezett Drágúj a lut között, és úgy esett el Nagy Zoli, de összességében nagyon sportszerű volt a találkozó.
egyáltalán nem volt semmi szabálytalan megmozdulás a mérkőzésen. Jönnek a zöldbezesek, próbálnak egyenlíteni, békéshez kerül a labda, a vetett labdája azonban egy kicsit mély Nagy Gyurinak. Igaz az is, hogy beleért az egyik védő, Nagy Zoli, Nagy Gyuri, elsőtt egy lövés, amelyet véd Jámborújból. Ez pedig zicser volt Nagy Gyurinak. De nézzük meg még egyszer az előző jeleneteket. Egy eladott labda, Drágosanyi részéről, Nagy Zoltán szerzi meg, oda passzolja nekem, és már gólhelyzetben vagyok, hatos vonalán járok, keményen megrugom, és ezt a lövést Jámbor kitenyerelte, és még ki sem ment a labda, végül is Varga Sanyi volt az, aki felszabadított. Varga újból ível erő labdát, kapufáról visszapadta, Tölcsé Pista pedig Zilai kezébe emelte. Hát ez is zicser volt, igaz, Tölcsé kezét érinti a labda, ímen lehet látni még egyszer, ott kézzel lekezeli a szószoros értelmében Tölcsé Pista labdát, és a lövése pedig könnyű zsákmány a Zilainak. Ez még mindig az előző jelenet, Nagy, nem, ez már egy újabb támadás, Nagy kapta labdát. Lefedezem, Nagy Imre mellett továbbítom Vargasnak, Vargas beteszi középre, és ott a gól! Nagyszerű, szép támadás után Békési Lajos a 32. percben megszerzi az egyenlítő találatunkat. Ne kérem, még ekkor volt hátra 8 perc, és 8 perc alatt mindkét csapat mindent megtett azért, hogy a győztes találatot megszerezze. Ím az előző gól ismétlése Nagy mellett. Jól vezetem a labdát, jól teszem a felfutó Varga Lajosnak. Lajos bevágja oda középre, és ott van Békési Lajos, akinek teljesen mindegy, melyik lábára megy a labda, jobbra vagy balra, ő ezúttal balra bevágta közelről az egyenlítő találatunkat. Tölcsé lövését Varga Lajos blokkolta, de visszakerül a labda a fehérvezesekhez. Nagy törve, Ökrös ellen, Hati Jóska volt az, aki szerelt, és mehetett tovább a játék. Ez egy szép, tiszta szerelés volt Hati József részéről. Újból ezúttal én passzoltam el, Nagy Imre kapura lőtte, Zilai védteszt a lövést, és végül is Varga Lajos hozhatta ki, és adta tovább nekem, én pedig tovább Békésinek. Békési Lajos vissza, de ez túl kicsit rossz passz volt. Itt van Nagy Gyuri, Drágúja csatázik egy nagyot, még ki tudta tenni a labdát jobbra Békésinek, de végül is Varga, Nagy Imre, majd Tölcsér volt a labda, úgyhogy kihozták a labdát a fehérmezesek, íme lehet látni ezt a birkozó jelenetet, a játékvezető tovább engedte furcsa módon, hiszen itt már a szabálytalanságot amennyi befújja, hogy 8 méterű szabadrugás következhetett volna csapatunk javára, Drágú nem tud elmenni Vargalos mellett, jól passz a Békésinek, Békési Nagyhoz továbbít, Nagy be, illetve vissza Békésnek, Békési pedig jobba a kapura szúrt, és a kapus Jámbor Jóska lábai között kötött ki a labda. Nem tudtuk bevenni, nem tudtuk megszerezni a harmadik gólt, illetve Drágó nem tudja visszahúzni sem. Varga Lajost, akinek a továbbítása jó volt, Békési Lajoshoz, itt még Nagy kapja a labdát, rávezeti Nagy Imrére, egy az egybe is lehetett volna, de paszt választott a Békési, pedig egy labdakezelés után kapura szúrt a labdát, de Jámbor Jóska remekül védte, és akkor még nem hagyják kigurni a labdát a fehérmezesek, Nagy Imréhez kerül a labda, egy távoli bomba, amelyről centikkel maradt le Tölcsér István. Békési nagyobb próbálta a játékba hozni, de nem sikerült, no kérem, egy hosszan elér vágott labda, Békési lábáról került az ki, és nem pedig be a kapuba Nagy, továbbított a labdát Békésihez, Békési Nagy Imrével szemben. Nekem csínybe ment a labda, de végül is ki tudtunk hozni ebből a támadásba egy bedobást. Itt pedig egy kemény lövés, Drágúj részéről jobbra mozog, és a hosszú célozza meg, és bizony Ökrös lábai mellett suhant el a labda. No kérem, hát itt a végeredmény, a 13. vésztélyesen osztagja a gála mérkőzésen, 2-2-es eredmény született, és ezután a versenykiás értelmében ugye el kell dönteni a győztes kilétét, így tehát 5-5 büntető rugások fognak következni ezen a mérkőzésen. Varga Sándor és Drágúj Sándor volt eredményes a Peják csapat részéről, a Nagy csapat részéről pedig Békési Lajos volt eredményes mindkét esetben, és így lett a mérkőzés végeredménye 2-2. Természetesen majd itt a büntető rugások előtt még egy csapatkép készül, mindkét együttes egy közös fotóra állt össze, hiszen itt volt az ideje, és ezután még következtek akkor a büntető rugások, amelyekkel eldöntötték, hogy ki lesz a győztes. Megvolt a rugás
sorsolása, hogy ki kezdje a rugásokat. Ez nekünk aztán nem kedvezett, mert mi kezdtük, Békési Lajos bebombáz, és ezzel vezettünk 1-0 arányban. És akkor nézzük még egyszer ismétlésben. Itt pedig Nagy Imre, hát igen, Nagy Imre marad az 1-0 ide, mert Nagy Imre belelövi a kapusba, illetve védte lövését Zilai Zoli. És akkor jön a következő rugórészünk, Bagó Laci lövését védte, Jánbor, marad az 1-0 ide, mármint a nagy csapat javára, és bizony ezt kihagytuk, és hát bizony a második fehérmezes rugó Tölcsér István berügés, ezzel egyenlít 1-1. 1-1 az eredmény, illetve a büntető rugások eredményeit. 2-2 volt a mérkőzés rendes játék idejében az eredmény. Nagy Gyuri következik ballal, és ezt is bevarja. És nagy találatával 2-1 ide, tehát a nagy csapat vezet 2-1-re, de ezt megnézhetjük még egyszer, hogy hogyan rúgtam be a 7 méterest Jánbor kapujába. Jánbor jó fele ment, de nem gondolt, hogy ennyire megemelem, és így lett biztos gól. 2-1-re vezetünk, jön Varga Sanyi, az ellenfél részéről ő bebombázza, ő ugyanoda, hova él, és Zilai ezt, nem, rajta volt Zilai, de valahogy a kezei között ment be a labda. Varga Lajos rúg részünkről, ajjaj, ordító kapufa. Marad a 2-2-es eredmény, de mi már 4-ből 2-t hibáztunk, ők pedig 3-ből 1-et hibáztak. Íme egy felső kapufás lövés, és akkor jönnek a fehérmezeseknél, Drágul be is bombázza, és így most van 3-2 oda. 3-2 a fehérmezesek javára, tehát a Peják csapat vezet. És nálunk jön az utolsó rugó. A utolsó rugó, amennyiben nem rúgja be, akkor győzött a fehérmezes csapat, és nem rúgtuk be a mindenitnek, és semmi baj. Vége, tehát büntetőkkel ugye 3-2-re győzött, összesítésben 5-4-re győzött a Peják csapat, és ezzel vége van, eldőlt, hogy kinyerte a 13. részteljesen nosztalgia gála mérkőzést, amelyen végül is a Peják csapat büntetőkkel bizonyult jobbnak. Pista? Társadalmi vitát folytattunk, igen, a jövőről. De azért láttatok belőle egy-két jelenetet, hát ugye? Hát egy nagyon csúnya szabálytalanságot az operatőr kitekintés. És felett, az mi volt? Színészkedés volt szerinted? Nem, az valós. Az milyen jelenet volt az? Az nem volt színészi, azt mondod, az baráti, nem színészi? Baráti összekoccanás. Misi, hogy kit láttál? Hát, elesett Nagy Gyuri? Elesett. Igen, de komoly nem szabálytalanság. Ugye? Kiállítására az ilyen ér egyébként? Minimum. De szép volt a gól, ugye? Amit az igen, is az igen. Összességében hogy értékeljétek ezt a 2-2 Peják csapat? Hát látom, hogy egyre érettebb ez a csapat. Öregek és rutinosak, ugye? Igen. Egyre életebbek is. És hogy Márko Rossi, hogy miért nem volt itt például? De figyelt egyébként, mert én leadom neki. Igen, leadom neki. Ja, hogy tehát ő kielemzi a játékunkat, és valószínű egy-két játékosra majd számít. Tehát akkor ő videóról. Igen. Tehát tetszett a mérkőzés. Tetszett. Öregesen mozogtak, Sanyi? Öregem. Mozogtak? De azért jól adták elő, ugye? Olyan kavar és jelenetek voltak, hogy ilyet ritkán lehet látni. Jó, de ez sportú. Függő voltam. Hát, de a magyar pályákon igen, nagyon és a szívet oda tettük, ugye? Nagyon előfordulnak ilyen dolgok, úgyhogy... Köszönöm úgy, szépen. Nagyon szép volt, jó volt, ügyesek voltak. Korukhoz képest, jó, igen. Ennyit tudok mondani neked. Küzdöttek a vészélyek? Becsületből? Szívből játszottak? Szívből szerintem is. A férjed öröldön mi történt? Mert miért mi történt? Meghatározó játékos volt, és nem állt a pályára. Ő mondta, hogy nem focizik. Ja, csak a 7 méteres versenyre szállt be. Aha. Persze, pontosan. Jó. Igen. No, gratulálok akkor még egyszer a győzteseknek. Köszönöm. Hogy tetszett a mérkőzés? Te neked, mint operatőrnek. Mondd el, jó volt? Nagyira volt? Jó volt. A... Kiegyenlített mérkőzés volt. A 7 métereseket hogy szúrtad el? Te a döntőig meneteltél, nagyon szépen rúgtad a büntetőt, de utolsó körben hibáztál. Mi volt ennek az oka? Ennek az oka? Igen. Hát lehet, hogy megbotlottam. Igen? Nem tudom. Na, legközelebb jobban koncentrálja, jó? Ja, oké, és hogy tetszett a mérkőzés? Nagyon jó volt, ügyesek voltak, mindenki. Öreg-öresen adták el a fiúk? Nagyon, hát olyan, mintha fiatalok lettek volna. Tényleg? De mintha 20 éve mindenki fiatalabb lett volna. És a kicsi, a kisfiad, az hogy játszik? Focizik már? Focizik már? Még sajnos nem. Jó, megyek akkor. 4 éves? Nem játszik még a vésztében? Még egy 2 éves. Gyertek! Mit? Hozza a kamerát? Gyertek! Mit? Hozza a kamerát?
A rendezőbizottság nevében mindenkinek nagyon szépen köszönöm ezt a lelkes csupaszív játékot, amit bemutattatok. Ígéretenek megfelelően díjazzuk a, hát a legjobbokat, egyébként mindenki jó volt, de vannak olyan díjak, amik külön díjak, ezeket engedjétek meg, hogy kiosszuk, és ezzel felkérem Karkas Anikó polgármester azt mondja, hogy szíveskedjen átadni a díjakat. Először a méltó és legjobb kapusa, Jándor József! És addig, amíg a díjakat veszik át a legjobbak, addig engedjék meg, hogy én is egy kicsit nosztalgiázok, hiszen 1972. március 14-et írtunk, amikor a korabeli sajtó így írt: Vésztő, Békés Szent András 5-0. Vésztő, 300 néző. Vésztő összeállítása Szerva kapuban 7-es Bak, 6-os Szabó, 8-as Pap, 7-es Kreminski, 5-ös Máté, 2-8-os Horváth 9-es, Molnár 8-as, Szajkó 6-os, Szajkó egy 6-os, Tallér nem lett osztályozva, Szuromi 9-es, Nagy 4, ez voltam én, hiszen Nagy István, Nagy Gábor, Nagy Mihály és Nagy György, 4 nagy játszott a csapatban, akkor is én voltam a Nagy 4, én 8-as kaptam, Szabó 2, 9-es, edző Nagy István. A tudósítás röviden: a hazaiak fergeteges támadásokkal lepték meg a szentandrásiakat, akik teljesen védekezésre kényszerültek. A 90 percen keresztül irányító vésztőjek helyenként tetszetős játékkal biztosan győztek. Mindkét csapat igen fegyelmezetten küzdött. Gólok Szuromi a 26 és a 30. percben, Szajkó 2, 46, 72 és a 90. percben, tehát mesterhármast ért el. Így szól a korabeli tudósítás. No kérem, közben láthatjuk a díjak átvitelét is, hiszen minden díjátadásnál ugye feliratozom, hogy ki mit kapott, kivál edző munkáit, külön díjat kapott Nagy István és Peják István. A mérkőzés legjobb, legidősebb játékosa, én utánam Drágúj Sándor, ugye ő 67 éves, a mérkőzés legjobb kapusa Jámbor József volt. És akkor nézzünk még egy korabeli eredményt. Vésztő Szeghalom 4-3, Vésztőn 300 nézelőt, Vésztő összeállítása Kaiser 7-es, Herter 6-os, Horváth 7-es, Szabó 6-os, Tallér 7-es, Máté 1-7-es, Molnár 7-es, Schulz 6-os, Máté 2-7-es és Nagy 7-es, Szajkó 7-es, Szajkó edző Nagy Károly. No kérem, hát ilyen eredmények voltak valamikor, és akkor még nincs vége a nosztalgiázásomnak, mert ez egy 73 áprilisi eredmény, Mezőkovács háza, Vésztő, 2-2, Mezőkovács házán játszották a találkozót, csapatunk összeállítása Kaiser 7-es, Herter 5-ös, Horváth 6-os, Tallér 5-ös, Máté 6-os, Molnár 7-es, Schulz semmi, Nagy 5-ös, Varga 5-ös, Kincses 6-os, Nagy 2 7-es, Szajkó 7-es edző, a csapat edzője Nagy Károly. És akkor még 1968-ban, akkor ifista koromban futballoztam 15 évesen a Vésztő ifjúsági csapatában. Arról van egy emlékem, hogy az ifjúsági csapat őszi szezon után, 11 fordul után az első helyen állt, 11 meccsből 10 győzelem, 1 döntetlen és semmi vereséggel, 60 rugott és 3 kapott góllal. Hát ez fantasztikus teljesítmény. 21 pontot szereztünk, ugye akkor még 2 pontos volt a győzelmek pontjainak száma. Másik helyen a Mezőberény állt 3 ponttal lemaradva, 18 ponttal, 8 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereséggel. És akkor Vésztőn volt nagypályás községi labdarúgó bajnokság, amelyen 8 csapat vett részt. És van egy emlékem arról is, hiszen 6 forduló után a sportkör 1 csapata állt az élen, 5 meccs, 5 győzelem, 44 rugott és 6 kapott gól, 10 pont. A sportkör ifi csapata 4 meccsből 4 győzelemmel, 27 rugott és 2 kapott góllal. Harmadik a MÁV fűtőház 8 ponttal. Szakiskola negyedik 6 ponttal. 4 pontos csapat volt a KTS és a Dózsa. Hetedik a Petőfi
és a földszövetkezet. Te Petőfi TSZ és a földszövetkezetnek két-két pontja volt. No kérem, hát volt ilyen is 1968-ban. Szintén 68-os eredmény, Vésztő, Gyulai, Munkácsi 7-3. Csapatunk összetétele. Molnár, Peres, Karakas, Nagy 1, Szabó, Nagy 2, Krajcsik, Peják, Nagy 3, Szajkó 1, Szajkó 2, edző, Peják István, gólszerzők, Szajkó 2, 4, Nagy 2, Krajcsik 1. És a tabella 10 ford után első Vésztő 15 ponton, Köröstalány másik 14, harmadik a Füzesgyarmat 13 ponttal. És még van itt egy 1969-es eredmény, a 12. fordulóban, ugye ekkor már tavasszal játszhattam, mert 16 éves elmúltam, tartalék voltam a felnőtt csapatnál, ilyen összeállításban játszottunk a Gyulai Munkács ellen, amelyen hazai pályán győztünk 2-0 arányban. 200 néző volt jelen, Vésztő, Sós, Karakas, Peres, Nagy, Krajcsó, Szabó, Szajkó, Attila, Nagy, Szajkó Laci, Máté és Peják. Edző Peják István. És ekkor 12 forduló után visszacsúsztunk a harmadik helyre 17 pontra, de mindössze egy pontra lemaradva az Okányi TSZSK első helyen álló csapatától. No kérem, hát ennyi nosztalgia után akkor nézzük, most már tekintsünk vele az ünnepélyes eredmény hirdetésbe, mert semmiről nem maradtunk le, hiszen mindent feliratoztam, akik díjat kaptak, de köszönet mindenkinek, aki részt vett ezen eseményen, de azért a rendkedvét elmondom még egyszer a jutalmazottakat. Mérkőzés legjobb kapusa Jámbor József, mérkőzés legidősebb játékos a Drágúj Sándor, 67 évesen, a két vezetőedző külön díjat kapott Peják István és Nagy István, a két csapat legjobbja a Peják csapatból Varga Sándor, nagy csapatból Dékési Lajos. Itt közben Jámbor József vette át a hétmintés ugó verseny győzelmért járó arany futballlabda serleget. Mérkőzés kiváló játék vezetését külön díjat kapott Nagy Mihály és Szabó Sándor, szervező munkáért köszönet illeti Buzgány József főszervezőt, és itt természetesen köszönjük a főtámogatónak, Vésztő önkormányzatának, azon belül Karakas Anikó polgármester asszonynak a támogatását. Önzetlen segítségét köszönjük munkáját Szabó Zsigmondnak, kiváló főzésért Szombati Irmának és a rendezvény főtámogatójának, Vésztő önkormányzatának. És a második helyezett csapat tagja is átvehetik a díjakat, íme vonulnak ki a vesztesek, Bagó László, Nagy Zoltán, nyakába éppen most akasztja az aranyérmét Karakas Anikó polgármester asszony, Zilai Zoltán, kapuvédőnk, még igaz nem használt szemüveget, de rendkívül jól védett, Békési Lajos két gólt vágott itt a mérkőzésen, és jön Hati József, nagy rutinnal rendelkező játékos. Itt van az összeállítás is, itt vannak természetesen az évek is, hiszen valamennyien közel a 60-hoz, vagy túl a 60-on, de lényeg az, hogy átlag életkorban a 60-at vertük, mi is, és az ellenfél is. Most már nem is 50, inkább 60 év fölöttiek versenyért is beszélhetünk, de természetesen az alsó korhatár 50 év. És jövőben is szeretettel várjuk az 50 év fölötti volt vésztői labdarúgókat. És akkor a 13. nosztalgia mérkőzés győztese 2022-ben a Peják csapat. Peják István 83 éves, Varga Sándor 62, Tölcsér 66, Pap 64, Drágúj 67, Nagy Imre 55, Jámbor 54 és Ökrös Sándor 62 évesen. Itt Varga Sándor, akinek a nyakába akasztott a polgármester asszonya aranyérmét, és Tölcsér István, Pap Sándor. Ő egyébként kapuba is szívesen áll, amennyiben kell, ha szükség van rá, itt egy Drágúj Sándor, ő még nagyon fiatal és jó erőben lévő játékos, aki hétről hétre még azért rúgja a bőt, és Nagy Imre is átvehette az aranyérmét, és akkor most pedig következik a serleg átadása Peják Istvánnak, a győztes csapat kapitányának, jól irányította a csapatát, most is, nagyon sok évben, hát ő bizony többször volt győztes csapatnak a hadvezére, mint Nagy Pista, le a kalappal a jó tanácsaiért, a jó szakmai irányításáért, jó érzéke van Pistának, és jól is tudja a büntetőket, mert bizony ezen a napon bebizonyította Peják Pista,
hogy nem csak régen volt jó, még most 83 évesen is jól tartja magát, és magabiztosan lőtte a büntetőt. Végezetül a vésztői bohém fiúk férfi énekkara is átvehetett egy emlékérmet, ugye aranyban, nagyszerű előadásukért, egy kiváló énekkari munkáért díjazásban részesültek. Köszönjük munkájukat, és jövőben is számítunk rájuk. Mostan vége az összejátásomnak, de még Nagy György és Karakas Anikó záró beszéde következik. Majd a polgármester asszonyjal készült riportomat tekinthetik meg. Végezetül a négy gól rövid ismétlésével zárom mai műsoromat. Mindenkinek jó étvágyat, és még egyszer találkozunk jövőre, ugyanitt veledre! Jó étvágyat kívánok a vacsorához, és mindenkit szeretettel várunk jövőre is a 14. 50-es focistáknak a gáláján. Köszönöm! Kedves nézők, Karakas Anikót látják, Vésztő város polgármesterét. Kedves Anikó, végig tekintetted ezt a 13. Egyesület Öregfiúk labdarúgó mérkőzést. Először is hogyan tetszett ez a találkozó neked? Mindig nagyon tetszik nekem ez a találkozó, mert ahogy az első alkalommal is mondtam, érzelmi szálak fűznek ide, mert vagytok ugye többen, akik apukámmal együtt futballoztatok annak idején, illetve a csapatnak a többi tagja is, mert az 50-en túliakhoz tartoznak már osztálytársaim, így ugye a legjobb játékosok egyike, Jámbor József, és ez jó érzéssel tölt el, hogy egy gyakorlatilag családi, baráti hangulatban és nagyon jó hangulatban lehet ugye látni a sportolókat, illetve utána ezeket a beszélgetéseket, illetve a vacsorát élvezni. A bevezetőmvel, illetve a megnyitón megköszöntem Vésztő Városi Önkormányzatnak azt a támogatását, amelyet nyújtott most a 13. összejövetelünkön. Várható ez, hogy a jövőben hasonlóképpen támogatjátok ezt a rendezvényt? Én bízom benne, hogy a jövő évi költségvetésünk is lehetőséget fog erre biztosítani. Összegszerűségében ez azért egy vállalható összeg, úgyhogy én ígérem, hogy a 14. alkalommal is fogjuk tudni támogatni a rendezvényt önkormányzati oldalról. Előre is köszönjük. Nagyszerűen fejlődik városunk, Vésztő városa. Mit tudnád, hogyan tudnád röviden összefoglalni, hogy az elmúlt egy évben mire büszke Vésztő városa? Ahogy ezt a rendezvényt is ugye a sportnak a terén támogatja az önkormányzat, és nagyon fontos Vésztőnek a sport. Végre most már eljutottunk abba a fázisba, hogy a tornacsarnokunk most már látványos. Igaz, hogy ez egy FOPOS pályázatból épül, de városi sportcsarnokként fog funkcionálni. Úgyhogy ez a beruházásunk nagyon látványos. Körülbelül október-november környékére lesz a használatba vételi engedély alapján használva tulajdonképpen, illetve átadásra. Ezen kívül ugye fut most a szintén FOPOS pályázat keretében az iskolának a felújítása, bővül az iskola, szépül az iskola. Ezen kívül ugye az új nyertes pályázatainknak a tervezési folyamatait is elkezdtük. Az az épület, ami a korábbi vízügyi épület, ahol a Marvel Team testépítő sportegyesület van, annak az épületnek a hőszigetelés, illetve a nyílászárók cseréjét fogjuk önkormányzati épületek energetikai pályázata keretében felújítani. Nyertünk most már a régi könyvtár épületére is, hál' Istennek, úgyhogy jövőre annak a munkálata is elkezdődnek, most még a tervezési szakaszban, a gondolkodás szakaszában vagyunk, hogy az épületnek pontosan milyen funkcióját adjuk a könyvtári épületen belül. Ezen kívül pályáztunk külterületi útra, csapadékvizes projektünk is fut, Vésztőmágoron is vannak további fejlesztések, úgyhogy a város minden területén is minden szintjén, amire lehetőségünk van, ott pályázunk, illetve a korábbiakat pedig most zárjuk. Igen, mai nap részese voltam több helyszínen, rendkívül színes programok voltak itt a város életében. A jövőben egynaposak vagy többnapos programok várhatók a város programjaiban? A 2020-as pandémia után 2021-ben úgy hozta az élet, hogy a háromnapos városnapi programunkat szétszedtük, és gyakorlatilag Vésztői nyár címmel vannak most már a rendezvényeink, és gyakorlatilag hetente, két hetente azért vannak a városban színes rendezvények. Ez a lakosság számára sokkal kedvezőbb, mert mégis azért egy kisvárosi feelinget ad, hogy több program van. Úgyhogy véletlenül így fognak maradni. A következő nagy rendezvényünk az a Mágori Fesztivál, azt ugyanúgy két naposra fogjuk most is tervezni, illetve már terveztük, ugyanúgy a 20-án a birkapörkölt főző, illetve a hagyományos ételek versenye zajlik, este House Fesztivál, és 21-én pedig a tavalyi nagy sikerre való tekintettel újra
elhívjuk a Nemzeti Lovasszínházat, és ott lesz még egy meglepetés majd a színház után. Ez még, ami a nyára tervezett legnagyobb programunk, de apró programjaink lesznek múzeumszínpadon, illetve már túl vagyunk már több rendezvényen, úgy, mint a Kassai János emléktornán, ami szintén azért egy péntek délután is egy szombati nap volt. Úgyhogy igen, igyekszünk, hogy gyakorlatilag azért az őszig biztosítsuk a vésztői lakosoknak a rendezvényeket. Úgy tűnik, a város sport életét valami új alapokra helyeztétek. Mit tudnál erről mondani? A város sport életét nem helyeztük teljesen új alapokra, egyedül a tornaklub az, ami megalakult, tehát itt a futballt helyeztük új alapokra, a többi egyesület ugyanúgy működik, majd akkor gondoljuk új alapokra helyezni, hogyha a tornacsarnokunk kész lesz, mert ott nyilván lényegesen több funkciót fogunk tudni betölteni, tehát ott már lehet, hogy a gyerekek bevonásával már esetleg kézilabda is szóba jöhet, úgyhogy női sportágak vannak még egyébként, az aerobik, a zumba, ezek, amik gyakorlatilag a férfi sportágak mellett most már színesítik ugye a sportéletünket. Hát úgy néz ki, hogy a város sportélete megpesdül, főleg, hogyha a tornaterem átnéz adva, az milyen befogadó képességről, az milyen méretű? Pontos részletet nem tudok, mert ahogy említettem, ugye tankerületi beruházás, de azt hiszem, hogy nézőtér tekintetében 300-350 fő a befogadó képesség. Ez egy C-típusú tornacsarnok lesz, ami megépítésre kerül. Úszodával kapcsolatban mi a hír? Úszodával kapcsolatban mi az önkormányzat részéről végigvittük a folyamatot, lefolytattuk a közbeszerzést, feltételes közbeszerzést kellett lefolytatnunk, mert ugye a 2016-ban elnyert 500 millió forintos támogatásunk az nem fedezi a kiviteli költségeket, és többlettámogatási igényünket a irányító hatóság részére, tehát a minisztérium számára a Magyar Államkincstáron keresztül benyújtottuk, választ még nem kaptunk. Most úgy néz ki, hogy azért az 500 millió mellé 1,3 milliárd forintot kellene, hogy a kormány mellé tegyen, és akkor tudna elindulni a projekt. Hát most nyilván ez a gazdasági válság nem segít, a háborús helyzet a beruházásoknak. Éppen ma hallottam Orbán Viktor miniszterelnök úrnak a nyilatkozatát, amiben ugye azt mondta, hogy a beruházásokat le kell állítani, tehát a nem megkezdett beruházásokat meg kell állítani, mert nagyon bizonytalan most minden beruházásnak a befejezése, illetve a végkifejlete, de természetesen küzdünk rajta, és rajta tartjuk a kezünket az ütőjéren, és reméljük, hogy össze fog jönni ez az úszoda is előbb-utóbb. Végezetül mit tudnál üzenni a sportoni vágyóknak itt Vésztőn? Ugyanazt, mint eddig is, hogy folytassák aktívan, a sport az egészséges, nyilván szükséges ahhoz, hogy az embernek az életminősége javuljon. Én az önkormányzat részéről azt tudom ígérni, hogy mi a sportoláshoz szükséges feltételeket a tőlünk telhető módon maximálisan támogatjuk. Hát amikor kívánok nagyon sok sikert munkátokhoz, munkáthoz, és jó egészséget és kitartást. Nagyon szépen köszönöm, és örülünk, hogy újra kezdeményezője voltál, és természetesen örömmel látunk benneteket jövőre is, és addig is jó egészséget kívánok minden 50-en túli focistának. Köszönjük szépen, találkozunk jövőre. Találkozunk. Köszönöm. Köszönöm. A polgármester asszony tájékoztató nyilatkozott után műsoron végén megismétlem a gála mérkőzés rendes játék idejében esett 4 gólt. Nagyon szépen kidolgozott találatokat láthattak a kilátogató nézők. Nagyon sok események tarkították a rendezvényt, láthattunk szép lövéseket, kidolgozott helyzeteket, elpuskázott lehetőségeket. Nagyon sok gólt, mert bizony a rendes játékidőben elért döntetlen után következtek a mindent eldöntő izgalmas 7-méteres büntető rugások. De ugye, aki nincs benne nap mint nap ebben a játékban, az nem biztos, hogy értékesíteni tudta 7 méterről oly közelének tűnő távolságból büntető. Nagyon sok szép gólt, főleg 7 méteres rugóversenyt láthattunk. Az egy kicsit jobban teljesítő játékosokat díjazták a rendezők, és a végén megköszöntük mindenkinek, aki részese volt ezen a napon ennek a csodálatos nosztalgia mérkőzésnek, találkozónak. Köszönjük segítőknek, Szombati Irmának, Nagy Györgynének, Turbut Zsigának, Szabó Zsigának és Buzgán Józsefnek, hogy munkájukkal segítették a rendezvény sikeres megrendezését. Köszönjük.
üzenet a tornaklub vezetőinek, akik teljes mellbedobással biztosították a létesítményt erre az alkalomra. Kiemelt köszönet illeti Vésztőváros önkormányzatát, akik idén először támogatták anyagilag is a rendezvényünket. Jövőre ismét számítunk minden támogatóra és segítőre. Nagyon bízom abban, hogy a mai összeállításommal tudtam egy kis örömet szerezni mindenkinek, akik végig tekintették a sportösszeállításomat. A helyszínen is azzal búcsúztam a nézőktől és játékosoktól, hogy hasonló jó hangulatú rendezvényen találkozunk veletek ugyanitt 2023. június 24-én 17 órakor. Még egyszer köszönöm kitartó türelmeteket, további szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok!